készül. Az első ilyen vendégem, aki már bizonyított, Draskó című Pala, és az ő edzését szeretném ma nektek bemutatni. Úgyhogy meg szeretnélek kérni, hogy mesélj magadról egy keveset nekünk, hogy megismerjük. A sport az nekem egy ilyen hobbi, a munka mellett. Az napokban titulákkal dolgozok, de mellettem igazán vagyok időt ennek a sportnak is, mert valami kell az így 30 év fölött, hogy az ember egy kicsit jól érezze magát. Mondtad ugye, hogy nagy tevékenységét bőven vannak. Most nekem igazából egy olyan kérdésem van, hogy önmagában neked az edzés, mint olyan, mennyibe változtatta meg az életedet? Most ezt úgy gondolom, hogy nem ilyen gyökeres változás, hogy azóta, mint a lottöltös, hanem úgy egyébként, tehát vagy a például a hétköznapi terheléseket, a hétköznapi küzdéseket. Hát abszolút megváltoztattam. Például pont abban, amiről az előbb is beszéltem, hogy ezek a mindennapos problémák, ami terheli az embereket, nem pszichésen, ezek abszolút megszűnnek, és jól érzem magam tőle, illetve nekem volt egy ilyen pár év betegségem, és egy pár év ezelőtt, tehát hogyha másra nem, akkor erre mindenképpen egy kezelési mód volt, mert ez teljesen megszűnt ez a dolog, és azt mondom, hogy inkább ezt hiányozom, mint mondjuk a drog, vagy az alkohol, vagy bármilyen fontos, nem egészséges. Jó, nekem egy következő ötletem van, hogy mutassuk be a nézőknek a mai edzésedet, jó? Az első gyakorlatunk a húzóckodás lesz, ami a széles háttérzmot edzi. Gyakorlatilag ez az a gyakorlat, amelyik, ha szemből nézzük a hátat, akkor egy deltát, tehát egy V-alakot ad a felsőtestnek. Azért nevezzük alapgyakorlatnak, mert két izület mozog el benne, illetve több is, ugye a váll, a könyök és a csuklóizület. Tehát magyarul a hátra nem nagyon létezik izolációs gyakorlat, illetve kettő, de ezt meg később egyszer megtárgyaljuk. Kiinduló helyzet, ugorjunk fel a húzóckodó állványra és kapjuk el a húzóckodó rudat, válszélességnél jóval szélesebb fogással. Teljesen nyújtsuk ki a karunkat és nyújtsuk meg a széles hátizmot. Közben hajlítsuk be a lábunkat, kulcsoljuk össze bokával a hátunk mögött. Gyakorlat végrehajtása, a széles hátizom és a kar erejével lassan húzzuk fel magunkat, amíg az állunk a rúd szintje fölé nem ér. Minden egyes ismétlésnél külön ügyeljünk arra, hogy a könyökünket lefelé és hátra húzzuk. Hát a vastagságára használjuk. Ez azért érdekes, hogy ha oldalról figyelnek minket, akkor gyakorlatilag ez a hátizomnak a tömöttségét adja meg. Úgymond a keresztet. Kiinduló helyzet. Fogjuk meg bálszélességben madárfogással a kétkezes súlyzót, álljunk válszéles terpezben, kicsi hajlítsuk be térben a lábunkat, a karunk legyen egyenes és homorítsunk fel a hátunkat, és emeljük el a súlyzót a talaptól. A gyakorlat végrehajtása, a könyökünket hátrafelé tartva húzzuk fel a súlyzót, amíg a rúd nem érinti a mellkasunk alsó részét. Eresszük vissza a súlyzót, térjünk vissza a kiinduló helyzethez. Ismételjük meg a gyakorlatot, amíg el nem érjük a kívánt ismétlés számot. A harmadik és egyben végső gyakorlatunk a felhúzás. Egy nagyon jó hátizomépítő gyakorlat, ami elsősorban a gerincmerevítő izmokra hat, természetesen terhelés kap a combhajlító, a fenék, illetve a csuklyás izom is a gyakorlat kivitelezése során. Gyakorlat végrehajtása, emeljük el a súlyzót a talajtól egészen addig, amíg a rúd el nem éri a combunk felső részét. Az emelést először a lábunk kinyújtásával, majd a törzsünk felegyenesedésével végezzük el. A mozgás sorrendjét felcserélve eresszük vissza a súlyzót a kiinduló helyzetben. Ismételjük meg a gyakorlatot, amíg el nem érjük a kívánt ismétlés számot. Az alábbiakban fölvázolt program egy alapozó program. Nagyon fontos, hogy minden gyakorlat előtt körülbelül a súlynak a 20%-ával végezzünk el egy 20-as bemelegítő szériát. A sorozatok közötti pihenőidő pedig másfél perc legyen.
a műsorral kapcsolatban észrevétele, ha táplálékkiegészítőkkel, edzéssel, személyedzéssel kapcsolatban kérdése van, keressen a lent látható elérhetőségeken. Na, akkor elkezdtem. Csapó. Azt <történt. gül> a hétköznapi, úgymond, legnevesebb nap. Jól érzem magam tőle, illetve nekem volt egy ilyen pánikbetegségem is egy pár évvel ezelőtt, tehát hogyha máson nem, akkor erre mindenképpen egy kezelési mód volt, mert ez úgy teljesen megszűnt ez a dolog. Jó.